Üdvözlök minden kedves nézőt, és akkor kezdjünk is bele. Egy újabb Harry Potter, és a bölcsek köve végigjátszás szerűségünkbe. Azt hiszem, hogyha jól emlékeztem a kiírásra, a sötét varázslatok kivédése órára kéne mennünk, de Hermione pedig itt hagyott minket. Elfutott. Jó. Valami azt sugalja, hogy utánuk kéne mennem. És ezt meg is teszem. Ha kinyílik előttem az ajtó. Ez nem dobott semmit, csak szétlőttem. Hát, jó. Egyetem. És akkor most már menjünk be, elég furcsán, de bemehetünk. Hey Harry, have you collected 25 bins? És akkor megint kérjük tőlünk a 25 drazsét, mint már egy párszor. We really needed these. They're for a little joke we're playing on Slytherin. Here's a wizard card for you. You've earned it. És akkor megkapjuk az újabb varázsló kártyánkat. Nézzük meg, hogy ki van rajta. Ha jól látom, a 90-es. De nagyon pörgött, szóval nem vagyok benne biztos. Mágus Filió. És... nem, a 69-es. Ő találta föl a drazsét. Vissza kéne mennünk. Erre. Talán. Ja, szerintem erre kell menni. Bár erre nem emlékszem, hogy én ilyen lépcsők között mászkáltam volna. Igen, ez az a terem. Ott pedig Perseus Snape, Piton professzor. És látjuk, hogy valami rosszban sántikálhat. Professor Snape just came out of the forbidden corridor. Piton professzor jött ki a tiltott folyosóról, és elég durván sántított. És akkor Ronnal megnézzük, hisz miért is ne néznénk meg. Better tell me on the run. We'll be late for our defense against our carts lesson. Hát akkor menjünk. Varázslatok kivédése órára. Nézzük, hogy most mit fogunk tanulni. A Lumos varázslatot, amivel egy fényt bocsáthatunk ki a pálcánk végéből. Ez nem is olyan bonyolult alakzat, ahogy jól emlékszem, és jól is emlékszem. Egy holdat kell leírnunk az egérrel, mondjuk hát nem biztos, hogy egyszerű lesz. Jaj, főleg, hogy össze is mentem. Aha, persze, tényleg egyszerű. De ha jól csináltunk, mindent 50% meg lehet. Igen, és meg is lehet. Elgondolkodtam azon, hogy veszek egy vezeték nélküli egeret, mert lehet, hogy az a kényelmesebb lenne, mint itt húzgálni össze-vissza a vezetékeket. Végül is ahhoz képest elég jó lett, hogy ott
egy kicsit kimentünk belőle, és 95%, hát legyen ilyen végül, és akkor meg lesz a negyedik szint is. Akkor be kapunk, hogyha megvan mind a négy. Try working faster this time, Mr. Potter. És akkor most egy kicsit gyorsabban azt írják. Írják és mondják. Na, végülis szerintem nem lett rossz, mármint hogy nagyon nem mentem bőt a vonalból. 98%, én ezt egyfajta győzelem állnám be. Mert 98%-a évvégén legtöbb pontot gyűjtő. Gryffindor helyett Gryffindort írtak most így a magyar verzióban is, ahogy nézem. Nézzük, hogy mi lesz, mert ez még meg lett 9. És meg is lett 95, hát gyerekek, elértünk a negyedik szintre, hát csodálatos érzés. Done, Mr. Potter. 20 points for Gryffindor. 50 pontot értünk el. Hú, yeah. May begin the Lumos challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Papata. Ahogy így belegondolok, lehet, hogy ez is két részre lesz vágva, mivel egy varázspróba nem olyan rövid. Nem is nevezném kifejezetten hosszúnak, de nem a legrövidebb része a játéknak, ezt valljuk be. Ezzel mindenki tisztában is. Meg kell egy ilyen gárgolj, hát vízköpőt varázsolni Lumosszal, és akkor valami kinyílik, valami eltűnik. Hát nem kinyílik, hanem valami megjelenik, amivel tovább tudunk jutni. Jelen esetben egy kis paletta. Paletta, van ilyen szó, vagy egyáltalán ezt jelenti ez a szó? Nem. Szerintem nem palettát jelent ez a szó, ez csak díszítés volt. Egy kis sánc-szerűség, ez viszont már jobb szóra. Egy kis sánc jelent meg előttünk, és ezzel tovább is tudtunk jutni. De hát ez már a múlté, mivel már itt járunk egy kicsit előrébb haladva. Ahol pedig meg kellett varázsolni kettő ilyen kart. Tök jól néznek ki, szóval. Eddig másfajta volt, de szerintem ez is jól néz ki. Egy híd, megint egy sánc. Nem vagyok benne teljesen biztos, de a kettőben biztos vagyok benne. És a második részben abban biztos vagyok, hogy egy idő után a gargoly szobrok elvesztik ezt a hatást, és újra meg kell varázsolnunk, hogyha továbbra is szeretnénk, hogy az a valami ott maradjon, vagy ne maradjon. Mondjuk itt ezeknél a kis ugrálós részeknél elég szerencsétlenül jön neki, hogyha ugranánk és eltűnne alulunk. Még nem oda akarok felmászni, most akarok oda felmászni. Innen. Oda. Igazából ezeknek a szélét nagyon nehéz megítélni, mert hát ilyen világító vackok, amik össze-vissza. Egyszer nagyobb, egyszer kisebb. Jó nagyot ugrottunk ahhoz képest, hogy még lehetett volna sétálni, de az a lényeg, hogy sikerült. Kettő csillagot összeszedtünk, eddig szerintem ez volt a maximum, de nem vagyok benne biztos. De szerintem, hát hol lehetett volna eldugva a csillag eddig? Mondjuk ott van egy, de azt még eddig nem szedhettük össze, mert ugye most szedhetjük össze. Mentés.
és sikeresen átugráltunk ide a csillaghoz, és fel is szedtük. És akkor ugye a Wingardium Leviosával ezt már ismerjük, át kell emelni a kőtömböt oda. Lumos, az új varázslat. Igen, az mozog fel és le. Szóval azon nem lesz problémánk. Kérlek maradj ott, amíg odaérek. Kérlek maradj ott, amíg... Menj a fenébe. Tudtam én, hogy visszajössz. Tudtam. Barátok vagyunk, ugye? Na most jól elszórakoztatom magam. Miközben ti hülyének néztek, hogy... itt össze-vissza beszélek. Egy látkép a rossz fortról.